ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy hónapja volt Egervári Sándornak az első tétmérkőzésig, ahhoz képest egy olyan válogatott alapja, hogy sikerült lerakni, amire úgy gondolom, hogy tudunk építkezni a jövőbe. Nagyon sok fiatalítás történt, és kétségtelen, hogy bizakodhatunk, de még sok munka van előttünk. Az jövőre induló VB-selejtezők ugye szeptemberben indulnak, ettől mit vár ettől a sorozat? Hát én mindig azt hangsúlyoztam, hogy a realitás az, hogy 2016-ban ott vagyunk az Európa-bajnokságon. Nagyon erős csoportba kerültünk most a világbajnoki selejtezőkön. Most is azt mondom, hogy nagyon jó játékot várok, azt bízom, hogy annak ellenére, hogy inkább szól a papírforma, nyilván a hollandok, vagy a törökök, románok mellett, de hogy képesek leszünk kijutni, tehát bízom benne, és mindent meg kell tenni, de hogyha le is maradunk, de egy nagyon erős válogatott alakul, láthatóan ígéretes a következő évtizedre, hogy így mondjam, nem csak évekre, akkor azzal is elégedett leszek. Sajnos a téma kihagyhatatlan, elnök úr, mennyire kedvetlenítette el, egyáltalán elkedvetlenítette a bunda ügy, ami most már ugye új lapfejleményei van? Hát sose jó, hogyha egy sportágról negatív hírek jelennek meg, de ennél még rosszabb lenne, hogyha bundázás folyna, vagy folyt volna a magyar fociba, és nem jelennének meg róla hírek, mert nem történik semmi, mert előbb-utóbb az nagyon mélyre tudja húzni a sportágat, mint ahogy azt gondolom, hogy a magyar futball mélyrepüléséhez ezeknek a bundáknak, vagy az ezt megelőző évek bundázásainak is köze volt. Úgyhogy én örülök annak összességében, hogy a bűnüldöző szervek most valóban nagy elhatározással és komoly erőforrásokkal próbálják ezt a káros jelenséget megszüntetni, ez az MLS-nek is minden segítséget meg kell adni, és hát az UEFA is sokkal határozottabb ebben a kérdésben. Én úgy vagyok vele, hogy még akkor is, ha adott esetben akár válogatottat, akár bármely csapatot érzékenyen érintő játékosról lenne szó, nem tudok ilyenről, tehát nem utalni akarok valakire vagy valamire, de itt mindenkitől, aki részt vett ezekben a bundázásokban, meg kell tisztítani a magyar futballt.